Mellkas kompresszió, stabil oldalfekvés és csecsemő újraélesztés. A jogosítvány megszerzésénél mindenkinek kötelező az első segélyvizsga, de talán nem hibás kijelentés az, hogy az ott tanultak az évek alatt bizony megkopnak. Érdemes ezeket az ismereteket feleleveníteni, mivel a legtöbb baleset vagy nem bárt negatív életesemény nem feltétlen az utakon, hanem otthoni környezetben történik. A szakszerű ellátása a mentők kiérkezéséig életet menthet. Az a fontos, hogy minél több laikus elsősegélynyújtó legyen. Mindig azt szoktuk mondani, hogy az lenne a jó, hogyha valamilyen baleset történik, akkor ne bámészkodók, hanem cselekvők legyenek, és a telefonjukat ne azért vegyék elő, hogy filmezzék, vagy fotón rögzítsék, hogy mi az a trauma, ami történt, hanem azért, hogy a mentőt szakszerűen tudják hívni, és megfelelő tájékoztatást tudjanak adni arról, ami a helyszínen történik. A Fehérgyarmaton megrendezett első segélynyújtó versenyen három korosztályban versenyeztek a fiatalok, gyermek, ifjúsági és felnőtt kategóriában. Ezzel egy időben mérettették meg magukat azok az általános és középiskolás korú fiatalok, akik arról adtak számot a versenyen, hogy mennyire szakszerűen képesek ellátni az élet minden területén egy újszülöttet vagy csecsemőt. Nagyon jó, hogyha a gyerekek találkoznak ezzel is, hiszen egy gyermeknek a megfelelő gondozása, ápolása, táplálása, a szociális és szeretetteli, tehát a szociálisan is megfelelő légkör, illetve a megfelelő családi háttérnek a kialakítása nagyon-nagyon fontos. Ennek a fizikai szükségleteknek a kielégítése az első lépése, hogy tudjuk, hogy egy gyerek miért sír, mikor kell fölvenni, mikor kell egy picit hagyni, hogy küszködjön magával az élettel, hogy nem feltétlenül kell mindig fölkapdosnunk, hogyan kell hozzátáplálni, hogyan kell fürdetni, milyen olyan dolgok fordulhatnak velük elő, ami a mindennapi gondozásukban fontos lehet. Nyilván, akik most itt versenyeznek, még kicsik, és remélem, hogy még messze vannak az anyaságtól, viszont nagyon jó, hogyha ezt megtanulják, megtanítják a kortársaiknak is. Ebben az évben a versenyt a Fehérgyarmati Deák Ferenc Általános Iskola, gimnázium és kollégiumban szervezték meg. Az iskola igazgatója Iszák Tibor elmondta, fontos, hogy a diákjai előtt példaként legyen a Magyar Vöröskereszt tevékenysége és elhivatottsága. A Vöröskereszt egy olyan szervezet, ami a rászorultakat támogatja, segíti, illetve a bajba jutottaknak segít. Ez nekünk nagyon fontos, hogy a mi diákjaink ebben elmélyüljenek, érzékenyek legyenek, és természetesen a specializált területekről, kisgyermekgondozástól megkezdve minden olyan lényeges állomáson tudjanak meg helytállni, ha szükség van rá. Kapjanak olyan információkat, ismereteket, képzést, ami lehetővé teszi a számukra, hogyha találkoznak majd a mindennapi életbe olyan elesett emberekkel, vagy olyan pici gyerekekkel, vagy családi helyzetekkel, ahol tudnak segíteni, akkor gondolkodás nélkül és reflexzerűen tudják ellátni az alap támogatás segítséget. A csecsemő gondozási versenyen 8 csapat vett részt 2 korosztályi kategóriában.